A 100 forintos hiányzó része jelzi, mennyivel keresnek kevesebbet a nők hazánkban. Amióta az Európai Unió tagja vagyunk, azóta mérik ezeket az adatokat Magyarországon is. Ennek a bérlésnek több oka is van, az egyik ilyen, hogy a fizetéseket titokként kezelik a munkavállalók és a munkaadók, így nem tudnak mihez viszonyítani a dolgozók. A legutóbbi statisztika szerint a felső vezető férfiak és nők között 33,7% a bérkülönbség hazánkban, hangzott el a nyíregyházi konferencián, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata figyelemfelhívó rendezvényén. Ez már a második ilyen sorozatunk, tavaly januárban kezdtük szintén Nyíregyházán egy hasonló, csak egy másik témában, az is végigjártuk az országot, most szintén ez a terv, és minden megyében vagy régióban a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának a tagja szervezi, itt nálunk én, és így az egész országot, és lesz majd egy záró rendezvényünk is. A női tagozat tavaly nyáron határozta el, hogy tesznek valamit a bérés eltűnése érdekében. 2016-ban kampányt indítottak és különböző konferenciákat kezdtek szervezni. A szakszervezet fő célja, hogy egy asztalhoz tudjanak ülni a döntéshozókkal. Herceg Mária, a tagozat elnöke úgy véli, a kezdeményezés sikeres. Ezt az is jelzi, hogy Nyíregyházán a Vállalkozók Országos Szövetségének képviselője is megjelent a konferencián. A fizetés különbségek átlagosan a munkaviszony megkezdése után 10 évvel jelentkeznek. De mire a munkavállalók elérik a nyugdíjaskort, a bérkülönbözet akár 40%-os is lehet férfi és női dolgozó között. Tehát a kormány a szabályozókkal, az ellenőrzéssel, tehetnek a munkaadók, akik nem diszkriminálnak, ugye ez egy jogsértés, ez egy abszolút megállapítható diszkrimináció, hiszen az egyenlőértékű munkáért egyenlő bér jár. Ez részint az alkotmányunkban nincs benne, Magyarországon ez egy hiba, de az európai alkotmányban benne van, és ez egy elvárás, hogy egyébként az egész Európában ezt a jogszabályt, vagy ezt a jogát a polgároknak ezt meg kell tartani. A konferencián az is elhangzott, a bérkülönbségek nem csak a versenyszférát érintik. Ott is nagy mértékben jellemző az eltérő fizetés, ahol bértábla szerint alkalmazzák a dolgozókat.